Ilyen fehér, illetve a korábban használt zöld zsákokban is ki lehet tenni a házak elé a zöld hulladékot Szekszárdon. Most szombaton elszállítja azt a helyi hulladékkezelő cég. Ezért érdemes már pénteken este kihelyezni a galjakat és a füvet. Utóbbi az tökéletes a zsák, ami 25 kg anyagot bír el, előbbit pedig kötegelni érdemes, nagyjából 70 centi hosszúra vágva az ágakat. Ezt kérik a Tolnai Vármegye székhely vezetői. A társasházi övezetekben évi 5, családi házas övezetekben évi 10 alkalommal szállítja el a zöld hulladékot az Aliszkaterra. Erre a város plusz hetet még megrendel, ezzel is látva, hogy még alaposabban és még precízebben tudjuk ellátni a lakossági igényeket. Fontos, hogy a zsákokba ne sokkal előbb tegyék be a levágott zöld hulladékot a helyiek, mert az eszközök bomlásnak indulhatnak. A bomló zöld zsákból alkalmanként mindenki 2 darabot ingyen és bérmentve kap. Nem akarom most itt összegszerűen elmondani, de drasztikusan, borzasztóan megemelkedett ezeknek a zöld zsákoknak az ára, és ezeket is megfelelő használat mellett, ha megfelelő időben, formába rakjuk ki, tesszük bele a hulladékot, nagyba megkönnyíti a feldolgozásnak a műveleteit. Szekszárdon a zöld hulladékot legközelebb április 10-én, majd 29-én, májusban pedig 8-án és 27-én szállítja el az Aliszkaterra Kft.